úgy érzem, hogy itt a felkészülési meccsek alatt sikerült most kétszer betalálnom, az nekem is jót tesz, önbizalmat szerzek belőle, de nem csak az én érdemem, hanem a társak érdeme is, mert most is kiváló labdát kaptam Molnár Gabikától, amit igazából már csak be kell lőni. Igyekszem minél többet támogatni a támadásokat is. Szerintem, hogyha fel akarunk jutni az első osztályba, akkor erre lesz szükség, hogy minél többet jöjjek fel és támogassam a támadásokat. Így folyamatosan indulgatok be a jobb szélen, és szerencsére kapom a labdákat, és ezzel most a jelenlegi meccsen is, meg a Békés Csaba ellen is tudtam élni ezekkel a lehetőségekkel. Természetesen én is nagyon vártam, hogy az első pár mérkőzésen nem sikerült betalálnom, de hihetetlenül jó érzés újra DVTK címeres mezében gólt szerezni, főleg itt hazai pályán, a szurkolók előtt, és most már remélem, hogy átszakadt az a bizonyos gát. Nyilván a csapat egy picit fáradtabb, ilyenkor azért nehezebben sikerülnek úgy a dolgok, hogy szeretnénk, de még most van időnk, van 2,5 hétünk a bajnokságig, addig még lesz idő kifrissülni. Hát amikor megtudtam, hogy le szeretné igazolni a Diós Győr, akkor egy hihetetlen jó érzés kapott el, ugye annól, mikor utánpótlásban játszottam, akkor is nagyon vártam, hogy megkapjam a lehetőséget, akkor sajnos nem sikerült, aztán elsodort az élet, de nagyon sokat küzdöttem, és így, hogy visszajöttem, azt hiszem, hogy ez az, amiért megérte küzdenem és futballozom. Most egy teljesen új csapat épült, itt a felkészülés arról is szól, hogy összeszokjunk, de én úgy érzem, hogy nem lesz gond, és vissza fogunk jutni az első osztályba, ahova ez a klub való. Magam részéről nagyon örülök, hogy újra viselhettem a csapatkapitányi karszallagot. Jó kis ritmusú meccs volt, sokat tudtunk támadni a befejezésre, talán egy kicsit jobban figyelnünk kell, illetve vannak periódusok a meccsen, amikor egy kicsit jobban meg kell fognunk a labdát, mert ebben a melegben nehéz rohanni fel alá, úgyhogy erre közelebb figyelni. Hát ezzel nem tudunk mit csinálni, szokták mondani, hogy nekik is ugyanolyan meleg van, nyilván sokkal nehezebb, a 15-20 perc után már az ember érzi azért a légszomjat, de nem lehet erre fogni. Lehet, hogy amikor elkezdődik a bajnokság, ugyanilyen meleg lesz, úgyhogy erre kell készülni. Szerintem jól alakul a csapat, keret is, úgyhogy szerintem mindenki jobban van mindenkivel, egyre jobb állapotba kerül ennek a játékosok. Most azért eléggé kemény edzéseink vannak, sokszor napi 2, utána heti 2 edzőmeccs is, úgyhogy most benne vagyunk itt a közepébe, de szerintem egyre jobban majd kifrissülünk, és egyre jobban összekovácsolódik majd a csapat. Azon leszünk maximálisan, hogy visszajutassuk a csapatot az első osztályba. Ez lehet az egyetlen célunk, úgyhogy ezen leszünk maximálisan, és csináljuk a dolgunkat. Nagyon kemény felkészülésünk van, de jó eredmény csak így fogunk tudni elérni, hogyha kőkeményen dolgozunk érte. Mindenki oda teszi magát, mindenki kőkeményen dolgozik, mindenki tudja, hogy miért van itt, hogy mi a cél a klubnak. Közös a cél, és mindenki meg fog érteni 100%-ig mindent, hogy ez sikerüljön. Én magam részéről nagyon örülök, hogy egy magyar fiatal csapat alakul, illetve egy nagyon jó közösség. Tényleg élmény minden nap bejönni az öltözőben, nagyon jól érezzük magunkat. Pályán is úgy érzem, hogy kezdünk összeszokni. Még van másfél-két hetünk itt a bajnokságig. Szerintem sikerül egy jó csapatot kovácsolni az alatt az idő alatt. Nekem talán eddig az egyik legnehezebb felkészülési időszakom. Az első pár hét ugye inkább az edzésekről szólt, az talán keményebbnek mondanám, mint az utolsó egy-két hetet, mert ugye itt már meccseket játszunk, 45 perceket, 60 perceket, majd most jönnek a 90 percek, úgyhogy ez már inkább az élvezetesebb része, amikor mesterhelés van és nem futni kell.